Már is? Addig ez lesz a téma. Ez itt. Az. Örülök, hogy újra itt lehetek, és mindenki itt van. Megyünk tovább az SQL témán belül. Rendben. Legutóbb megismerkedtünk az SQL alapjaival, megnéztük, hogy az egész konkrétan micsoda. Aztán jött az adatdefiníciós rész, ahol elkezdtünk táblákat létrehozni, és egy csomó hasznos információt megnéztünk a táblákkal, mezőkkel, illetve típusokkal kapcsolatban. Utána már jött az adatmanipuláció, amikor nem csak, hogy létre tudtuk hozni a sémát, de már a konkrét információ is belekerült, és azzal tudtunk mindenfélét csinálni. Ez mondhatni az egyszerűbb része, és talán nem annyira szerteágazó, hiszen olyan sokféleképpen az adat nem kerülhet be a rendszerbe. Beszúrjuk, aztán utána módosítjuk, ha pedig úgy van, töröljük. Ezt annyira túlbonyolítani nem lehet. Viszont most jön az adatbázisnak az a része, ami igazán érdekes, és ami a legszerteágazóbb, és gyakran szükségünk van rá, az adatoknak a lekérdezése. Szóval most a DQL nyelvi résszel fogunk játszadozni, ami az adat lekérdező nyelv az SQL-en belül. Egy icipicit már láthattuk, ő volt ez a bizonyos select csillag from táblanév szintaktikájú dolog, és most mélyebbre hatolunk, hogy egész konkrétan hogyan néző ki. Példák keretein belül fogom az egészet bemutatni, az lesz a legjobb. Ehhez pedig azért illendő megmutatom, hogy mégis milyen táblákban gondolkodunk a példák során, szóval most egy kicsi szerkezetet fogok bemutatni. Először is van nekünk egy statisztikai adatokat tartalmazó tábla, és így utólag belegondolva ez már egy régebbi példa. Nem biztos, hogy ez a tábla név neki a legmegfelelő, jobb lett volna, hogyha szavazat vagy valami hasonló, most már mindegy. Hangsúlyozom, szerkezetet látunk itt. Tehát most itt egy olyan tábláról van szó, amelybe beletettük embereknek adott időben a szavazatait, de majd konkretizálom, hogy miről van szó. Egyszerűen van egy elsődleges kulcsa, ami magának a szavazatnak az azonosítója, autoinkrement, nem bonyolítjuk túl. Benne van az illetőnek a neme, hogy férfi vagy nő, benne van a kora. Most szándékosan nem születési dátum, hanem kor. Ezt most jelen esetben megtehetjük, hiszen a szavazat pillanatában az illető kora fontos, és nem az, hogy egy év múlva mennyi lesz, vagy hogy mikor született. Emellett ott van még, hogy melyik régióból származik, mondjuk melyik megye, tegyük föl. Tegyük föl azt is, hogy különböző témákban lehet szavazatot leadni, úgyhogy tartozik hozzá egy téma megjelölés is. Van maga az értékelés, ami mondjuk egy 1-től 10-ig terjedő skálán egy egész szám. Ott van a time, hogy egész konkrétan mikor történt az ő szavazatának a leadása, és még comment. Milyen apró megjegyzés tartozik az ő szavazatához. Ennyi található ezen a táblán belül, és a régió, illetve a téma is idegen kulcsként van ott, azt akarja jelenteni ez a zöldség. Szóval nézzük, hogy kikhez is kapcsolódnak ők. Van nekünk akkor egy régiótáblánk, és van nekünk egy tématáblánk is. A régión belül ott van a régiónak az azonosítója, melyik megye, mi a megyeszékhely, és valószínűleg mondhatjuk, hogy az a helyszíne a szavazásnak. Illetve a téma esetén van egy azonosítója a témának, meg van egy megnevezése, legyen is az bármi, most hirtelen én sem emlékszem, hogy milyen témáink vannak. Ezt most csak azért hoztam elő, mert majd őket fogom leginkább használni a lekérdezések bemutatásakor, a példák bemutatásakor, amikor majd szemléltetni akarom, hogy mi micsoda. És akkor kezdjünk bele! Hogyan néz ki az adatoknak a lekérése? Most van az, amikor az adatokat már olvasni akarjuk, illetve különböző módon származtatni szeretnénk belőlük dolgokat, és rendszerezni szeretnénk őket. És még sorolhatnám. Az egésznek az alapja a select csillag from táblanév. Most már nem ilyen konzolos eredményeket, meg műveleteket szeretnék mutatni, ezeket konkrétan a PHP MyAdmin felületből szedtem ki screenshottal, és most azokat mutatom meg, mert mindnyájunknak így lesz a legegyszerűbb.
Amellett, hogy mutatom az eredményt, mutatom magát a kérést, az eredményt, és a legtöbb esetben azt is megmutatom, hogy nálam éppen ekkor az eredmény halmaz az hány sorból állt. Nyilván nem fogom az összeset megjeleníteni, de ezt azért feltüntetem. Tehát akkor most tegyük fel, hogy 1000 darab bejegyzés található a statisztikás táblámon belül, és most elméletileg lekértem az összes adatot, itt egy kis előnézet, hogy miként kell őket elképzelni. Ez a tök alapvető, Select Csillag from tábla. Ezzel tulajdonképpen azt mondom, hogy szeretném megkapni a rekordokat a táblában. A táblából. És ennyi. Ja, értelemszerűen nem csak ennyi lehetőségem van. Na nézzük meg, hogy mit tartogat számomra ez a Select utasítás. Ez most sokkal inkább egy ilyen felületesebb bemutatás lesz, nem olyan, mint az előzőknél, mert eléggé komplikált tud lenni. Nem azt mondom, hogy bonyolult, de hogyha le akarnám írni valamilyen ilyen szabvány szerint a kis alapvető szintaktikáját, az most nekem nagyon bonyolult lenne. De az egész úgy kezdődik, hogy Select. Opcionálisan oda kerülhet egy olyan kulcs szó, hogy Distinct, amit nem fogok a későbbiekben jobban kifejteni, itt mondom el a lényeget. Ezzel tudom azt kikötni, hogy minden sort szigorúan egyedinek szeretnék. Mert meg tudok fogalmazni olyan lekérdezést, amelynek következtében lehetnének ugyanolyan jellegű sorok, ezzel tudom ezt a dolgot megelőzni, amennyiben szükséges. Ezt követi a csillag, vagy pedig mező neveket sorakoztatok fel. Ki a fene gondolta volna. Itt kapcsolódik be a from, amit szintén láttunk az előzőekben. Ezt követően jöhet egy tábla név, és az az érdekes, hogy további tábla nevek is előfordulhatnak. Majd meglátjuk, hogy miként és miért. Ezután jöhetnének további beágyazott lekérdezések, illesztések. Azért csak nem hangzik olyan ijesztően, pedig az. Majd utána jön a where, a where-rel már találkoztunk, és mondtam, hogy a későbbiekben majd jobban megtekintjük. Valószínűleg most fog majd elérkezni az a pillanat, nem sokára. A where után feltételeket adhatok meg. Ezután jön a group by, ahol csoportosítással kapcsolatos egyéb megkötéseket, információkat adhatok. Azután jön a having, szintén feltételekkel, és bárki felteheti magának a kérdést, hogy miért, és majd igyekszünk ezt megválaszolni. Majd az order by, ahol a rendezéssel kapcsolatos dolgokat adok meg, és a végén egy limit zárhatja a sort, és ezeket majd jobban megnézzük. A sorrend ebből a szempontból kötött, és az se véletlen, hogy ez a maga a sorrend, de mielőtt jobban belemennénk akkor a szintaktikának a kifejtésébe, pár szót arról, hogy mi az a select, mit tud a select, és akkor azt is megnézzük, hogy a select során nagy vonalakban mi történik, és milyen sorrendben történnek a dolgok. Azt láttuk, hogy a selectnek az alapja a select utasítás, mármint a szelekciónak, és látjuk, hogy akkor konkrétan itt történik meg az a szelekció művelet, amiről már beszéltünk a relációs adatmodell műveletei esetén. Természetesen azt is sejthetjük, hogy sorokat tudok szelektálni, tehát lehetőségem van megadni feltételt, amelynek megfelelően megadhatom, hogy milyen kritériumnak eleget tévő rekordok jelenjenek meg az kért eredmény halmazban. Egyébként itt lesz majd lehetőség projekcióra is, azt is majd mutatni fogom, hogy mikor illesztés is van, tehát táblákat tudok összekapcsolni, szóval nem lesz annyira vészes az, hogy mi felbontottuk a sémákat különböző táblákra. Az adatokat csoportosítani tudom, rendszerezni, szervezni tudom, különböző kalkulációkat tudok végezni, bizony. De nézzük meg, hogy miből áll össze a select. Nem feltétlenül csak utasítások szempontjából, hanem működés tekintetében is. Az első lényeges dolog maga a forrás, és ezt hivatott a from kulcsszó felvezetni. Honnan szeretném az információkat kinyerni? Táblából, nyilvánvalóan ott van egy táblanév nagyon sok esetben, de további extra dolgok is vannak, de tekintsünk egyelőre úgy a fromra, hogy azzal adom meg a forrást, ahonnan én a szelektálást végrehajtom, és az lehet azért egy viszonylag összetettebb dolog is, nem csak egy szimpla táblanév. Ezt követően történik maga a feltételek alapján történő szelektálás, amit a where után adok meg.
Ez is lehet egyszerű feltétel, de lehet összetett feltétel is, tehát rögtön azzal kezdünk, hogy az adott forrásban felelhető rekordokat elkezdem szépen szelektálni az általam megadott feltételnek megfelelően, és lényegében ez maga a szelekciós folyamat. Ez a legelső kulcsfontosságú lépés, ami megtörténik, de ezt követően még nem feltétlenül végzett a select utasítás, ugyanis további lehetőségeink is vannak. A selectet követően jöhet az adatoknak a csoportosítása, illetve már most különböző összesítéseket is készíthetünk, származtatott információkat van lehetőségünk előállítani, ehhez használjuk a group by-t, láttuk az előbb, hogy sorrend szempontjából ő körülbelül hol helyezkedik el, annyira körülbelül, hogy tök fixen hol helyezkedik el, szóval nem is körülbelül. Majd a group by-t követően érkezik a having, ahol szintén meg tudunk adni további feltételeket, és még mindig csak azt tudom mondani, hogy majd látni fogjuk, hogy erre miért van szükség. Viszont most vagyunk azon a ponton, ahol az eredmény halmaz már megvan, legalábbis a szelekció feltételének megfelelő rekordok rendelkezésünkre állnak, már csak azokkal szervezünk, megrendszerezünk. Lényegében. A having-et követően jön az order by, amikor már tényleg adottak azok a sorok, amelyekkel konkrétan szeretnénk majd dolgozni, akik már átmentek mindenféle szűrőn, meg mindenféle darálón, meg mahinálón, azokat meg tudom mondani, hogy milyen módon szeretném rendezni. Alapvetően a soroknak a sorrendje ugye nem számít, itt tudom megadni a lehetőséget, hogy valamilyen módon számítson számomra. Mikor túlléptünk az order by-on, akkor már rendelkezésünkre áll az eredményhalmaz, akire szükségünk volt, további utómunkálatok, lehet mondjuk a limit, ahol a sorok számát tudom valahogyan szabályozni. A distinctről már beszéltünk, hogy szigorúan ragaszkodom az egyedi sorokhoz, és még projekciót is tudok alkalmazni, ami az oszlopokra vonatkozó megkötést jelenti. Nagy vonalakban így néz ki a szelekció, és ezek lesznek a benne rejlő lehetőségek, de azok még sokkal durvábbak lesznek, mint amilyennek most tűnik. Akkor kezdjünk is bele, kezdjük fölépíteni magát a select utasítást, és szerintem a legegyszerűbb azzal folytatni, hogy feltételek. A select csillag from egyszerűen annyit tesz, hogy az összes rekordot az adott táblából kiszedi nekem, a teljes rekordokat és az összeset. Most akkor csapjunk is bele, és kezdjünk el feltételeket készíteni. A feltétel az a where kulcs szóval lép be a from és az utána lévő táblanevek stb. Után, és a where követően megadhatunk feltételeket, ahol lehetnek egyszerű konstans értékek is, bár annak nem sok értelme van, úgyhogy általában valahogyan becsempészik oda a mezőneveket is. És az alapvető operátorok, amiket használunk ott a kisebb, nagyobb, egyenlő, és majd még párat látni fogunk. Például azokat a sorokat keresem, ahol a rating értéke 10. Kíváncsi vagyok, hogy hány olyan szavazat volt, mindentől függetlenül, ahol 10-es szavazat értéket adott le az illető. És akkor az eredmény már meg is van, 11 sor, tehát azért nem ebből volt a legtöbb, de azért nem kell elkeseredni, így tudom ezt az információt lekérdezni. Vagy tegyük föl, hogy akkor engem az érdekel, hogy hány van, ami úgy igazán rossznak minősül, mondjuk a 3 és az alatti, tehát ahol a rating érték kisebb, egyenlő 3. Fontos, előbb van a kisebb, utána van az egyenlő, és ugyanez van a nagyobb egyenlőnél is. Hát ezekből 292 sor, hát azért az 1000-hez képest, hát úgy durván így az egyharmadáról beszélünk, ez kb. Meg is feleltethető annak, hogy úgy 1-2-3-as értékig nézzük őket. Na teljesen mindegy, az a lekérdezést így tudom megfogalmazni. Vagy mondjuk van egy másik lehetőség is, most az elsővel ellentétben arra vagyok kíváncsi, hogy melyek azok a rekordok, ahol a szavazatértéke nem 10. Tehát nem a maximális pontszámot kaptuk, hanem mondjuk kevesebbet. Elvileg ennek a feltételnek az is megfelelne, hogyha többet, de hát ilyen a rendszerünkben nincs. Itt vannak ezek a sorok. A nem egyenlőt azt úgy tudom meghatározni, hogy felkiáltójel egyenlő. Egyébként, ha minden igaz, az egymással szembefordított két kacsacső relációjel, az is megfelel a nem egyenlőnek. Akik mondjuk programozók, azok megszokhatták, hogy felkiáltójel egyenlő. Illetve
egy fontos kulcsszó, ami többször is előkerülhet és hasznos, az maga a tagadás, ami a not kifejezés. Ez sok esetben a megfogalmazott feltétel elé tesszük, de bizonyos esetekben akár két helyen is megállhatja a helyét, majd adott kontextusban ezt látni fogjuk. Tulajdonképpen ez a kifejezés értékét negálja, ha úgy tetszik. Hát most esetünkben a feltétel az az, hogy ahol az érték nagyobb, mint 7, de én azt mondom előtte, hogy not, tehát pont az ellenkezőjére vagyok itt kíváncsi, tehát ahol az érték 7 vagy annál kisebb. Jól mondom? Jól mondom, csak hogy biztos legyek a dolgomban. Így néznek ki az egyszerű feltételek a SQL-ben a select utasításnál. Ezeket megtapasztaltuk, menjünk tovább, kezdjünk el összetettebb feltételeket kreálni. Az összetettség az abban merül ki, hogy több feltételből áll össze az egy nagy feltételem. Mint például én azokat a sorokat keresem, ahol az egyes régióban adták le a szavazatokat, és az értékelés értéke kisebb, mint 5. Ilyenkor két részből áll a feltétel, most esetünkben mind a két résznek meg kell felelni, úgyhogy és kapcsolat áll fenn. Az and kifejezést teszem közéjük, és így határozom meg ezt a viszonyt. De van a másik fajta, mondjuk én arra vagyok kíváncsi, ahol a legrosszabb vagy a legjobb értékelést kaptuk. Csak ezek a rekordok fontosak most számomra. Tehát ahol a rating értéke 1, vagy ahol a rating értéke egyenlő 10, akkor én ezt megadhatom OR segítségével. Vagy az egyik, vagy a másik kell, hogy teljesüljön. Ez magában foglalna azt is, nyilvánvalóan, hogyha mind a kettő oldal teljesül, de most olyan feltételeket adtunk meg, hogy ez nem lehetséges. Szóval az OR esetén legalább az egyiknek teljesülnie kell. Na, nézzünk akkor egy még összetettebbet. A zárójelezést egyébként itt is használhatjuk. Sok esetben kimondottan hasznos, valamikor nélkülözhetetlen. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy a kiértékelés sorrendje milyen, akkor nyugodtan használjunk zárójelet, és akkor megyünk tutira. Tehát most jelen esetben én a 10-es régióból szeretnék megkapni rekordokat, olyan rekordokat, ahol az értékelés 3-nál nagyobb, na, most így hirtelen olvastam, és nem tudtam összerakni. Tehát 3-nál kisebb az értékelés, vagy 8-nál nagyobb. Tehát most engem a 10-es régión belül érdekelnek a jó meg a majdnem jó értékelések, illetve a rossz meg a majdnem rossz értékelések. Körülbelül így tudnám megfogalmazni, amiről szó van. Itt akkor már szép összetett, mert ver, és akkor régió egyenlő 10, end értékelés kisebb 3, vagy nagyobb 8. Ilyeneket is tudunk készíteni. És amikor már kezdünk túlzásokba esni az ésekkel, meg a vagyokkal, mutatok erre is egy példát a biztonság kedvéért. Ha egyáltalán ott vagyunk, ahol gondolom, mert még abban sem vagyok biztos, hogy ott vagyunk, ahol gondolom. Az egyes régióban, igen, igen, az 1-es, vagy a 3-as, vagy az 5-ös régióban, de ez az, amit szeretnék. Olyan sorok érdekelnek engem, ami ezekben a régiókban történt valamelyikben. Vagy az 1-es, vagy a 3-as, vagy az 5-ös. És akkor elképzelhetjük, hogyha többen vannak, akkor még vagy a 7-es, vagy a 9-es, vagy fene se tudja. És érezzük, hogy ez azért ugyanarra az attribútumra épül, csak az egyik lesz érvényes közülük, de rohadt sokat kell írni, hogyha sok a lehetőség. Ezt tudjuk megspórolni magunknak az in operátor segítségével. Ez az in, ugye? Persze, ez az in. Le tudom úgy egyszerűsíteni, hogy ahol a régió benne van a következő halmazban, és zárójelek között felsorakoztatom az értékeket az in kulcsszó után, beírom mondjuk, hogy 1, 3, 5, és ez pontosan ugyanannak feleltethető meg, mint amit az előbb láttunk, hiszen miről van szó, a régió értéke 1, vagy 3, vagy 5. Csak ez így ebben a formában határozottan rövidebb, mint hogyha úgy akarnám leírogatni. Az in operátor ennyi lehetőséget ad a kezemben. Kezembe! Fontos jó ragozni. Ha
hasonló funkciót lát el, nem, még mindig itt vagyunk, ja persze, hát a tagadás az is fontos. Mert mondjuk mi van, ha arról van szó, hogy én nekem a legkönnyebb azt megadni, hogy kik nem felelnek meg a mostani kritériumoknak, akkor megtehetem ugyanúgy in segítségével, hogy mondjuk felsorakoztatom, hogy 2, 4, 6, 8, 10, és akkor azt mondom, hogy not in, tehát nem benne van, azaz nincs benne. Ezt is meg tudom tenni. Ahol igazán kérdéses, azért mindig előhozom a NAT-os verziót is, hogy azt is lássuk. Tehát régió nem benne ezekben. Ezt nem azért mondom, mert kretén vagyok, hanem hogy jobban meg tudjam feleltetni a kérésnek magának. Az in operátorral kapcsolatos további példa. Csak biztos akarok lenni, hogy jó szinkronban vagyok magammal. Azokra a statisztikai adatokra vagyok, azok a rekordokra vagyok kíváncsi, pontosabban azokra a szavazatokra, amelyek megtalálhatóak az 1-3-5 halmazban, mármint a régió tekintetében, és mellette 10-es értékről van szó. Akkor itt pusztán csak azt szerettem volna megmutatni, hogy természetesen a veren belül az in is ugyanúgy benne lehet akárhol, és ugyanúgy enddel vagy orral összekapcsolható további feltételekkel is. Tehát úgy kell rá gondolni, mint bármelyik más egyszerűen megfogalmazott operátorra, illetve feltételre. Na most elkezdünk kicsit tartományokban nézelődni. Megint csak az and-ről van szó. Azokat a rekordokat szeretném, ahol 5-nél nagyobb, pontosabban 5-tel egyenlő és annál nagyobb, illetve a 9 és az annál kisebb értékek. Szóval 5-től 9-ig tartomány magyarul. Hát itt is ugyanaz lehet a probléma, mint az előző esetben az innél, hogy túl hosszú lehet, bár itt mindig van a tartománynak egy alja és van a tartománynak egy teteje, szóval sokkal több tagból már nem fog állni. Mondom, hogy mi adja erre a megoldást. Erre adja a megoldást a between, ahol ugyanúgy megadom, hogy mely attribútumról van szó between, és megadom a két értéket, az alsó határt, and, felső határ. És ha bárki elgondolkodott volna rajta, akkor közlöm, hogy benne van az alsó és a felső határ is abban a tartományban, amiről szó van. Tehát esetünkben most az 5-ös és a 9-es is szóba jöhet, az is megfelel a feltételnek. A between esetén olyan sokat talán nem is spóroltunk a szöveggel, a karakterekkel. Talán mondjuk kevesebb az egyenlőségjel, kevesebb a relációjel, kevésbé macerás megírni, talán olvashatóbb, nem tudom, ezt mindenki döntse el magának. A lényeg, hogy tudjuk, hogy ez a lehetőség is rendelkezésünkre áll. És ugyanúgy tudjuk ezt is tagadni. Tehát például arról van szó, hogy én pont egy tartományon kívül gondolkodok, tehát a valaminél kisebb, illetve egy nála nagyobb értéknél nagyobb érték az, ami szóba jöhet. Tehát vagy lefele, vagy fölfele, a kettő közötti pedig kiütve. Akkor ezt ugyanúgy megtehetem, hogy megadom between-ként mondjuk a mit adtam meg a 3-as és a 7-es tartományt, és akkor előtte van egy nát, tehát pont ezen a tartományon kívül esőkre gondolok. 1, 2, illetve 8, 9, 10. Igen, 8, 9, 10. Jó. Nem tudom, hogy miért pont így találtam ki, de én így akartam, úgyhogy ennyi, így a legegyszerűbb elfogadni. És akkor természetesen ezt is lehet össze-vissza variálgatni, és lehet túl bonyolítani. Például olyan feltételt adok meg, ahol megadom, hogy az értékelés az a 3-7 tartományon van, illetve csak kifejezetten azok az ilyen rekordok érdekelnek, ami adott időpontok között volt. Jelen esetben ezt úgy adtam meg, hogy mondjuk 2018. szeptember 2-án éjféltől aznap 23:59-59-ig, tehát az aznap leadott szavazatok közül érdekelnek engem a 3-7 értékelés közötti szavazatok. Mert nekem éppen erre volt szükségem. Ezt is meg tudom adni, és látjuk, hogy a between az ugyanúgy érvényes, akár dátum, idő, típusokra is. Ezt követően jön a like operátor, ami nem ez. Nem.
Na, őt akkor jó használni, hogyha ez igazán indokolt és tényleg okvetlenül szükség van rá. Azért, mert vélhetően nagyon időigényes a használata. Mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Hát azt látjuk magunk előtt, most én kommentekbe fogok keresni. Comment like, és ezt követően apostrofok között megadok egy kifejezést, egy szöveges kifejezést, ezért van apostrofok között. És itt nem arról van szó, hogy konkrét egyenlőséget keresek, hogy beírom, hogy alma, és azokat a sorokat kapom, amelyekbe azt van beírva, hogy alma, hanem én egy egyszerű mintát tudok megadni, amelyre, hogyha illeszkedik egy érték valamelyik rekordban, akkor az a rekord megfelel a feltételnek. Nem olyan bonyolult, mint hogyha rekurális kifejezésekkel dolgoznék, egyszerűbb a történet, helyettesítő karaktereket tehetek bele, mint például a százalékjel, meg az alsó alulvonás. A százalékjellel több karaktert helyettesítek, az alulvonással pedig kizárólag egyet. És akkor a példák majd segítenek jobban megérteni, hogy miről van szó. Az első esetében azt mondtam, hogy comment like, nagy ível, bár ha jól emlékszem, akkor nem case sensitive, tehát akár lehetne kicsi is. Most ebben nem vagyok teljesen biztos, de szerintem ő ezt meg tudja feleltetni egyiket a másiknak. Nagy int százalékjel. Ez annyit tesz, hogy ő azt fogja keresni, hogy egy szöveg azzal kezdődik-e, hogy int. A százalékjel meg azt jelenti, hogy bármi lehet utána. Ezt akartam ezzel kifejteni. És akkor látunk is ilyen sorokat, integer, 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 igen, mindegyik megfelel ennek. Vagy mondjuk van egy második példám, ahol az van, hogy alsóvonás i százalékjel, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy az olyan szövegeket keressük, ahol a második karakter i. Ugyanis az alsóvonás az egyetlen egyet helyettesít, tehát az ő helyén bármi lehet, de csak egyetlen egy, és hogyha őt egy i betű követi, és azután meg a százalékjel miatt akármi lehet és akárhány, akkor az megfelel a feltételnek. Itt van például a százalék ó. Ez meg azt jelenti, hogy csak az a sor felel meg neki, aki ó betűre végződik. Tehát előtte bármi lehet és akármennyi, de ó a vége, hiszen az ó után nincsen százalékjel, akkor az is kellene. A harmadik, főleg ami a negyedik, azt szándékosan kicsit túlbonyolítottam, ő alsóvonás i százalékjel ó, tehát a második betű i, és óra végződik magyarul. És ezek szerint még ilyen is van a rendszerben. Már nem emlékszem, de biztos eltartott egy darabig, még ezeket felkutattam. Kulcsfontosságú érték az üres, azaz a null érték. Amikor létrehoztunk táblákat, már ott is agyalni kellett azon, hogy engedjük-e annak lehetőségét, hogy egy mezőbe, egy rekordon belül null érték kerüljön. Ezt a legtöbb esetben megtiltjuk, de olykor-olykor elfogadható, ezt nekünk kell tudnunk, de jól kell megítélni. És a null értékekkel való bánásmód egy kicsit más, mint az összes többi értékkel. Például a null értéket nem felelteti meg a rendszer olyan könnyen egy nullának. Mert a nulla az egy numerikus nulla, konkrétan azt tároltuk le, hogy ott egy nullás érték van, a null pedig azt jelenti, hogy üres, nincs információ. Ezért nem mindegy. A null értékekkel vonatkozóan úgy tudunk eljárni. Például a példában egy-két olyan rekord van, ahol nincs megadva komment. Mert fönnáll a lehetősége, ritkán fordul elő, de előfordul, úgyhogy ott null érték található. Ha azokat a kommenteket akarom megkeresni, ahol null érték van, akkor azt úgy tudom megtenni, hogy where comment is null. Tehát az is kulcsszót alkalmazom, és az is null kifejezéssel tudom meghatározni, hogy én azt keresem, ahol van null érték, tehát üres. Ekkor használom az is kifejezést. Amennyiben én pont a fordítottjára megyek rá, tehát ahol nem null értékek vannak, fontos, hogy ott se tudom egyszerűen azt használni, hogy comment egyenlő null, hanem tényleg az kell, hogy is null, illetve most jelen esetben is not null. És akkor azokat a sorokat fogom kapni, ahol valóban nem null érték található a comment mezőhöz rendelve.
Megyünk tovább. Projekció. Emlékszünk, hogy mi az? Illendő, mert nem sok perccel ezelőtt mondtam el ismét. Azaz, amikor az oszlopokra vonatkozóan adunk meg szűkítést, és a lehetőség természetesen itt is adott. Felmerült már valakiben a kérdés, hogy mik azok a csillagok? Mármint az az egy csillag, ami ott van a szelekt után. Na, az maga a projekció. Ha csillagot adunk meg, akkor egyszerűen azt tudatjuk a rendszerrel, hogy én az összes oszlopot szeretném megjeleníteni, ami az adott táblában definiálva van. És természetesen abban a sorrendben, ahogyan azt meghatároztuk, és akkor ezeket az oszlopokat majd az eredménynél meg is kapom. Viszont tudok megkötést alkalmazni, hogyha nekem kizárólag adott 1-2-3 oszlopra van szükségem, akkor egyszerűen leírom az oszlopok nevét veszővel elválasztva, és akkor onnantól kezdve már csak azok szerepelnek az eredmény halmazban, például a statisztikánál engem csak a nem érdekel, mármint nem az, hogy nem érdekel, hanem csak a nem érdekel. Most, hogy elválasztottam, se lett sokkal jobb, de mindenki érti, miről van szó. Odaírom, hogy az adott nemű egyén milyen értékkel szavazott, és a biztonság kedvéért még a kommentet, hogy mit írt mellé a az alany. Ami még a projekcióhoz tartozik, itt az ideje megismerkedni a kis beépített függvényeivel az SQL-nek, illetve a MySQL-nek. Beszéltünk arról, hogy elő tudok varázsolni olyan információkat is, amik úgy önmagukban közvetlenül nincsenek tárolva, és most mi ezt fogjuk megtenni. Amikor én a mezőlistát előkészítem, nem csak konkrétan azt tudom megadni, hogy mely nevű mezők jelenjenek meg oszlopként, hanem tudok használni függvényeket is, úgymond újabb oszlopok előállítására, amik hivatalosan a kezdeti relációmban nem szerepelnek. Ilyenek a count. Meg tudom számoltatni adott mezőnél a sorok számát. Nem konkrétan a sorok számát, hanem hogy abban az oszlopban hány mezőben található érték, tehát ami nem üres. Minnel meg tudom kérdezni, hogy mi a legkisebb érték az adott oszlopnál, a maxal, hogy az adott mezőhöz tartozó maximális érték micsoda. Tudok átlagot számoltatni, tudok összeget számoltatni, és még további lehetőségek is vannak, csak most természetesen a leggyakrabban használt, illetve a legnépszerűbbeket hoztam most előre. És akkor rögtön látjuk is a példát, hogyha én egy ilyen lekérdezést futtatok, akkor így néz ki az eredmény, amit kapok. Természetesen egyetlen egy rekordot kapok eredményül, és ez a rekord, ez nem a táblából kerül ki, hanem ez dinamikusan áll elő. Viszont ezeket a számításokat értelemszerűen a táblában tárolt adatokkal tudja nekem a rendszer előállítani, szóval maga a szelekció az először vette az összes rekordot, majd a végén átképeztük egy ilyen egyetlen egy rekordá. Ha valakinek nem volt világos, akkor az egyszerűen csak fogadja el, hogy nagyjából ez történt. A következő lépés az aliasz. Aliaszok. Bonyolult ilyen neveket adni oszlopoknak. Hát most konkrétan az előző példában, ha jól megnéztük, az oszlopok neve az maga a kifejezés volt, mert hát mi más lehetett volna? Azt mondom, hogy count rating, akkor az lesz az oszlop neve, hogy count zárójel rating. De én ezt felül tudom bírálni. Ugyanis az oszlopok neve nem csak esztétikai szempontból, de majd akár a programozás szempontjából is fontosak lehetnek. Éppen ezért, hogyha én szeretnék átnevezni egy névvel rendelkező mezőt, vagy egy dinamikusan előállított értéknek akarok adni egy mezőnevet, azt megtehetem az ez kulcsszóval. Count rating as rating count, min rating as min rating, és ezt így folytathatom mindegyik esetén, most nem fogom mindegyiket felolvasni. Ezt követően az eredményem annyiban tér el az előzőtől, hogy most már az oszlopoknak az ez kulcsszavak után felsorakoztatott nevük látszik a mezőknél. Ezután jön a következő szint az adatoknak, a rekordoknak a rendezése, amit az order by kifejezés segítségével valósíthatok meg. Most már így a vége fele haladva, hát ja, végülis a vége fele haladva a lekérdezésnek.
csak majd még ide beiktatunk egy-két dolgot, tehát nem feltétlenül sorrendben haladunk, ahogy észrevettem. De annyi baj legyen. Az order by abban segít nekem, hogy rendezni tudjam megadott oszlopok szerint a sorokat. Ugye, hogyha én azt akarom, hogy név szerint legyenek növekvő sorrendben a felhasználók, akkor azt mondom, hogy név szerint legyenek rendezve. Ez különösebben semmit nem befolyásol, csak hogy akkor már az eredményhalmazt én úgy kapom meg, hogy számomra ilyen szempontból kezelhetőbb legyen. Úgyhogy simán csak annyi a dolgom, hogy order by, leírom utána az oszlopnak a nevét, és két kulcs szó még segíthet nekem abban, hogy növekvő vagy csökkenő legyen. Alapértelmezetten növekvő, egyébként az az ast kifejezéssel adható meg, hogyha én csökkenőt akarok, akkor még mögé írom, hogy dasht. És természetesen több komponens szerint is tudom rendezni az eredményhalmazt, tehát megadhatok több kifejezést is, hogy mondjuk, mit tudom én, első körben város szerint rendezzük az embereket, vagy mit tudom én, részleg szerint, és akkor azon belül legyenek rendezve név szerint mondjuk. Tehát erre is van lehetőség. Ilyenkor egyszerűen csak vesszővel elválasztva felsorakoztatom a több lehetőséget. Tehát ugyanúgy order by, mondjuk a régió szerint növekvő, vesző, értékelés szerint csökkenő. És akkor ilyen módon is rendezni tudom a sorokat. Eddig a leggyakoribbakkal találkoztunk. Ugye ott volt a ver, itt van most a rendezés, még láttuk itt azért a függvényeket is, láttuk a projekciót, most szép lassan haladunk a kicsit bonyeszabb és a kicsit ritkábban, ám még mindig gyakran használt utasításokhoz, kulcsszavakhoz, lehetőségekhez, nem tudom melyik kifejezés volt a legjobb, ugye az utasítás talán nem, mert az maga inkább a select. Francokat dumálok ennyit. Csoportosítás, összesítés. Wow! Mi lesz ez vajon? Most fogunk a group by-ról beszélni. Most őt ugyanúgy a where után látjuk, hiszen egyéb megkötésünk nincsen, de higgyük el, hogy ő az order by előtt található. De ott van az elején, látjuk úgyis. Miről van itt szó? Szeretném megjeleníteni a régiókat, illetve a szavazatok darabszámát. Bizony. Csak azokra vagyok kíváncsiak, ahol a régió adva van, tehát ahol a régió not null. Igen, mert van egy-kettő sor, ahol nincs régió tárolva. Nem tudjuk, hogy miért. Emberünk leadta a szavazatát, de arról nincs információ, hogy melyik városban tette, melyik megyében ő honnan származik. Lényegtelen. És szeretném régiók szerint látni, hogy hányan szavaztak. Erre jó nekem a group by. A group by az rendszerint együtt jár egy olyan összesítő függvénnyel, amit korábban is láttunk. Illetve, hogyha egy soron belül, mármint ha én a projekció megadásakor nem csak ilyen összesítő függvényeket adok meg, ami által kapnék egyetlen egy rekordot, hanem elméletileg további mezőket is megadok, és több rekordot készülök kilistázni, akkor az összesítő függvényhez is kell, hogy tartozzon egy group by, hogy mi szerint szeretném összecsoportosítani a rekordokat, és elvégezni a számítást, elvégezni az összegzést. Most jelen esetben az történik, hogy én régiókra vagyok kíváncsi, és darabszámokra. A darabszámok nincsenek tárolva a rendszerbe. Hogyha én régiókat jelenítenék meg mondjuk mit tudom én szavazatszámokat, akkor lenne egy csomó rekord ugyanazzal a régió értékkel, és lennének mellette valamilyen szavazatszámok. Viszont én minden régió értéket csak egyszer szeretnék magam előtt látni, ezért van ott, hogy group by régió. Úgyhogy minden régiót, ami ugyanolyan értéket tartalmaz, azokat ő szépen összevonja egy rekordá, viszont van mellette egy másik mező,
mondjuk a rating, meg kell mondani, hogy akkor azzal mi legyen, az hogyan vonja, összesítse össze. Akkor megmondom neki, hogy én a ratingeknek én a countjára vagyok kíváncsi, tehát a darab számára. Úgyhogy a sorokkal azt fogja csinálni, hogy például mindenki, ahol egyes régió azonosító van, azokat összevonja egy rekordba, és akkor a rating értékeket összeszámlálja, és azt az értéket fogjuk kapni, hogy az egyes régióban 113 darab szavazat van, tehát 113 darab rekord található, ahol az egyes régió van. Hú, próbáltam ezt én nagyon jól megmutatni. Jövőre majd animálom is, de remélem azért érthető volt, bízom benne. Lesz még azért példa ezekre vonatkozóan. Van itt egy másik. Én arra vagyok kíváncsi, van mondjuk ötfajta téma. Nem emlékszem már, hogy mik azok. Ötfajta különböző témában tudtak az emberek szavazatot leadni, értékelést leadni, teljesen mindegy. És akkor most én egy olyan eredményre vagyok kíváncsi, hogy lássam a témának az azonosítóját, és hogy mi az átlagos szavazatérték az adott témára vonatkozóan. Hát javarészt 5,5, 5,3, valahol 4, valahol 6. Akkor ezt úgy tudom megadni, szintén ugyanúgy, hogy adott a téma, adott a topic, mellette pedig ugyanúgy akkor a rating érték. Ha most ezt normál esetben így kilistáznám, akkor látnám a sok-sok-sok-sok témát, a sok-sok-sok-sok értékelést, látnám sokszor ugyanazt a téma azonosítót is. Viszont én a végére odadobtam, hogy group by a téma szerint, úgyhogy minden témát utána már csak egyszer kell látnom. Szépen összegezzük őket, összesítjük, csoportosítjuk őket. Próbálnám kerülni a csoportosítás szót, mert sokszor a rendezéssel keverik, de nem olyan egyszerű. Az a lényeg, hogy az ugyanolyan témaértékűeket össze szeretném vonni egyetlen egy rekordba, viszont kérdéses az, hogy a mellette lévő értékelés számokkal ilyenkor mi történjen. Azért teszem oda, hogy AVG rating, mert akkor megmondom neki, hogy ezeket átlagolni kell. És akkor egy olyan eredményt fogunk látni, ahol ott van minden téma egyszer, mellette pedig a hozzátartozó értékeléseknek az átlaga. Csoportosítás, összesítés. Ez már egy összetettebb dolog. De most nézem. Amire szükségem van. Régiók, és a régiókon belül pedig témák szerint. Durva, mi? Érdekelne engem, hogy hányan adtak le értékelést, és mekkora átlag életkorral. Nagyon szuper. Akkor ezt követően miről van szó? Régió, téma, átlag életkor, illetve darabszám. Hát most itt a darabszámnál sok esetben, hogy a count után mit írok, az néha majdnem teljesen mindegy. Most beleírtam, hogy count SID, ez az a kulcs attribútuma magának ennek a statisztika táblának. Tehát hány rekord van, amelyikben található SID érték, ez most megfeleltethető annak, hogy hány rekord van összesen az eredmény halmazban. És a csoportosítást, tehát a group by-t, az összesítést, azt a régióra és a témára vonatkozóan hajtom végre, és akkor utána már látjuk is az eredményt, hogy van két fő oszlopom, az első a régió, a második pedig a téma, és ezeknek látjuk a különböző variációit, már amelynek megfelelően van adat a rendszerben. Régió téma, és akkor mellette ott van, hogy mi az átlag életkor, és hogy hány darab szavazat. Ez még ritkábban fordul elő, de jó, hogyha látjuk, hogy egy ilyenfajta összesítést hogyan tudunk elvégezni a group by segítségével. Oké, most olyan rekordok száma. Mit jelent ez?
Eddig megadhattam azt, hogy adott feltételnek megfelelő rekordok jöhetnek szóba, megadhattam azt, hogy egy kicsit miként buheráljuk meg az egészet. Ugye Grubby segítségével összesítést végeztünk, egy kicsit újabb információkat is elő tudtunk állítani, stb. A végén kész a teljes adathalmaz, de még mindig mondhatom azt, hogy az így kapott rekordokból mondjuk nekem csak az első ötre van szükségem. Például, hogyha van rengeteg versenyző és pontszám alapján keresik a dobogósokat, a legegyszerűbb azt mondani, hogy tegyük őket pontszám szerint csökkenő sorrendbe, és az első három rekord érdekel engem, az összes többi nem. Na így most tegyük fel, hogy én arra vagyok kíváncsi a statisztikai adatok alapján, hogy mi a 10 legutolsó rekord szavazat. Függetlenül attól, hogy hol kiadta le, és hogy milyen értékeléssel, a legutóbbi 10-re vagyok kíváncsi. Akkor egyszerűen megmondom, hogy szeretnék kilistázni minden rekordot a statisztika táblából, order by time task, tehát az időpont szerint csökkenő sorrendbe szeretném rendezni az eredményhalmazt, és a végén mondhatom azt, hogy limit 10, ami azt jelenti, hogy limitálni szeretném a sorok számát, 10-re, tehát 10 darab sort akarok megkapni, és ez azt jelenti, hogy a kezdetektől nézve, szóval az első 10 sor. Viszont meg tudom azt csinálni, hogy bárhol kezdődhet az a mérce, tehát bele tudok tenni egy eltolást, egy offset értéket is. Például, amikor mondjuk egy blogon listázom a cikkeket, és 10-esével nézem őket, akkor először látom az első 10-et, a lapozás után a következő 10-et, majd az azutáni 10-et, azt is ezzel a módszerrel tudjuk megvalósítani. Szóval én meg tudom adni, hogy honnantól kezdve jelenítsen meg nekem x darabot, a limitet követően 2 számot is beírhatok vesszővel elválasztva. Ilyenkor az első azt jelenti, hogy honnantól kezdve, és akkor a második jelenti azt, hogy hányat. Tehát tegyük föl, hogy én 50-esével dolgozom föl ezeket az értékeket, földolgoztam 50-et, utána feldolgoztam még 50-et, és akkor a következő 50-et a századiktól kell nekem kiszednem, szóval 100 vesző 50. A lényeg, hogy ha a legelejétől indulok, az hivatalosan a nulla, szóval tehát, ha a századiktól indulok, akkor a 101-es azonosítójúval fogok találkozni. Ezt azért jó, hogyha tudjuk. És hát természetesen ez MySQL esetén így van. Fú, SQL Server-nél, illetve MS Access-nél Select Top, Oracle esetén Raw Num, szóval ez különböző SQL rendszereknél más és más lehet, úgyhogy azért azt hozzátenném, hogy a limit az kifejezetten a MySQL-nél van. Ettől függetlenül maga a lehetőség az adott a többi rendszerben is, csak máshogy kell megfogalmazni, hála Istennek. Még nem végeztünk, bizony. A következő lényeges... A következő lényeges lépés előtt egy picit megalapozzuk magát a problémát, illetve a kérdéskört, ami miatt szükség lesz arra, amit használni fogunk. Tegyük fel, hogy a következő történik. Én akkor a Grubby segítségével, ha már annyira jól ismerem őt, előállítok egy olyan fajta kis eredményhalmazt, ahol látom magukat az értékeléseket, és azt látom, hogy melyikből hány darab van. Például látom, hogy összesen 11 darab 10-es értékelés van, 1-esből viszont van 27, meg aztán látom az összes többit is, tehát például 6-osból van a legtöbb. Éppen ezért szelektálom az értékeléseket, illetve a rekordoknak a darabszámát, vote count néven, ezt mint a statisztika táblán végzem el, és akkor értelemszerűen az értékelések szerint végzem el a grubbájolást, és akkor az egész eredményt még rendezni fogom a darabszám alapján csökkenő sorrendben. Ezt így, ahogy van, meg tudom csinálni, hiszen... Hát feltétel tulajdonképpen nincsen, szóval az összes rekord megfeleltethető ennek. A rekordokra vonatkozóan a rendszer el tudja készíteni a csoportosítást, illetve az összesítést, és akkor a végén már az így kapott rekordokat csak rendeznie kell. Viszont mondjuk, engem az érdekelne, hogy melyek azok az értékelések, amelyeknél
a darabszám 100-nál nagyobb. Ezek számomra az igazán relevánsak. Még játszadozhatnék azzal, hogy oké, ott vannak a darabszámok, csökkenő sorrendbe teszem, és csak az első X rekordot őrzöm meg, tegyük fel, de ott darabszámot kell megadnom rekordok szempontjából, és nem tudom, hogy hány rekordot érint az, hogy a benne lévő érték már nagyobb, mint 100, szóval ezt valahogy másképp kell megadnom, tehát itt is szelekciót kell végeznem. Hát tulajdonképpen csak rá kell nézni, látjuk a rekordokat, ott vannak a darabszámok, én ezek közül csak azt szeretném megkapni, amelyiknél teljesül az, hogy 100-nál nagyobb. Mi sem egyszerűbb. Az ember ilyenkor reflexzerűen megpróbálná becsempészni azt a lekérdezésben, hogy where word count nagyobb, mint 100. Ebben az esetben viszont hiba üzenetet fogunk kapni. Próbáljuk meg egy kicsit végig gondolni, hogy mit jelent a probléma. A verbe odaírok egy feltételt, ennek a feltételnek megfelelő rekordok fognak majd kikerülni a rendszerből, és azokra tudok én majd végrehajtani mondjuk egyfajta összesítést. Az összesítésem részét képezi az, hogy a különböző értékelésekhez tartozó darabszámokat megállapítsuk, és én ezekre a darabszámokra szeretnék megadni egy feltételt. Érezzük, hogy a dolog valamilyen kicsit rekurzív, kicsit visszahat magára, olyan... Ezzel mi a francot lehet kezdeni? Holott jogos az igény, hogy én szeretnék egy ilyenfajta szelekciót is elvégezni. Viszont most a feltételnek része egy olyan mező, ami majd csak akkor tud előállni értékként a számomra, ha már megtörtént a szelekció. Na, ilyenkor mi van? Erre van a having. Nem tudom, hogy az agymenés régebben hogyan működött, el tudom képzelni, hogy ott is csattantak a tenyerek a homlokokon, és akkor jött az elképzelés, hogy basszus, ezt is bele kell tenni, mert előállhat ilyen szituáció. A having az a group by után van, tehát mikor már tényleg minden mahinálást elvégeztünk az adatokon, és már tényleg csak a rekordok szervezése van hátra, akkor még megdobhatjuk egy feltétellel. Ezzel nem kísérleteztem konkrétan, de amit a verben megteszünk, azt akár megtehetnénk ugyanúgy a havingbe is, működne. Annyi csak a para, hogy úgy többet kell melózni a rendszernek, mert azért nem mindegy, hogy már a szelekció első szakaszában lemorzsoljuk azokat a sorokat, akikre nincsen szükség, vagy kapjuk az összes sort, és majd csak a végén egyfajta kis esztétikai szűkítés érdekében dobunk ki sorokat. Szóval, amikor ilyen szitu van, a having megoldja, de alapvetően, amikor csak tudunk, akkor a verhez érdemes fordulnunk. Szóval, remélem most már azért kicsit sejtjük, hogy miért jó a having. És ez kb. Megfelelő átvezetés lehet majd egy következő példához, miután még megnézem, hogy még mit csinálunk a having-gel. Mert most itt újabb példák vannak, olyanok is, amiket itt régen nem csináltam. Tehát például mondjuk én arra vagyok kíváncsi, hogy a különböző régiókban mi az átlagértékelés. Hát, hogyha valamit le tudok szűrni ebből is. Tehát látom mondjuk, hogy Baranyában negatívabbak az emberek, vagy mondjuk Somogyban. Úgyhogy régiókra vagyok kíváncsi és átlagértékelésekre. És megint csak azok érdekelnek engem, ahol az átlagértékelés nagyobb, mint mondjuk 5,2. Itt megint ugyanazzal a szituációval szembesülök, ugyanaz a probléma áll fenn, hogy előtte a szelekciónak végre kell hajtódnia, hogy már lehessen kalkulálni ilyen értékeket. És hát akkor, ha ilyen értékekre akarok szűkítést végrehajtani, azt nem tudom a verbe megtenni, esetleg a having, még egy végső mencs várnak, ott van a segítségemre. És akkor most vezetem át oda, ahova szerettem volna a dolgot. Egy korábbi problémát, ami nem is volt olyan korán, megoldunk egy másfajta módon, beágyazott lekérdezést fogunk alkalmazni. Mit jelent a beágyazott lekérdezés? A példát tulajdonképpen már látjuk is magunk előtt, szóval valószínűleg nem fog minket túlzottan nagy meglepetésként érni. Én egy lekérdezést be tudok ágyazni egy másik lekérdezésbe is. Egész konkrétan a
A lekérdezésem eredmény halmazát tudom felhasználni egy másik lekérdezésem belül. Mintha csak egy kész tábla lenne, de nem az, mert dinamikus módon állt elő. A zöld rész mutatja a külsőt, a szürke a belsőt, és a belső fut le először. Az ilyet egyébként úgy célszerű felépíteni, hogy először elkészítem a belsőt, úgy, hogy jó legyen, és majd utána ágyazom be őt a külsőbe. Hát ez tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egybe van megírva egy ilyen szép hosszú lekérdezésként. A beágyazás szó most kiakasztott, és bekezdéseket akarok mondani. És egyelőre van egy olyan lekérdezésem, amelyik a darabszámokat állapítja meg most is az értékelésekhez. Benne van a group by, benne van a count, minden, amire szükségünk van. És én szeretném szűkíteni a kört megint úgy, hogy csak azok jelenjenek meg, akiknél az érték nagyobb, mint 100, az összesített érték. Most már meg tudom tenni having nélkül a verem belül, ugyanis először lefut bent egy lekérdezés, ami elkészít egy olyan eredmény halmazt, amiben benne vannak az értékelések, és benne vannak a hozzájuk tartozó darabszámok. És a külső ennek a lekérdezésnek az eredményét fogja felhasználni egyfajta táblaként, tehát most a from után zárójelek között egy másik lekérdezés található. Ilyenkor kötelező megadni egy aliaszt, ugyanúgy az as kulcsszó után, mondjuk vote count table, és akkor a későbbiekben ezzel tudok hivatkozni majd rá, mintha csak tábla lenne. És itt akkor már megadhatom a vert, hiszen kész van a rekordhalmaz, amire szükségem van. Megadhatom ugyanúgy, hogy ahol nagyobb, mint 100, és aztán rendezhetem, csinálhatok vele bármit, amit szeretnék. Ebben a formában működik, és akkor látjuk, így néz ki egy beágyazott lekérdezés. Most látjuk az eredményt. Megint nem volt egyszerű. Tehát az előző példa még azt mutatta, hogy a belső lekérdezésnek mi az eredménye, és most látjuk azt, hogyha azt beágyazzuk abba, amit kívül a zöldben látunk, akkor kapjuk meg azt az eredményt, amit egyébként korábban is szerettünk volna, és mint kiderült, a having segítségével megtudjuk. Itt most nem volt szükség havingre, viszont beágyazott lekérdezést alkalmaztunk, mindenki maga döntse el, hogy számára melyik a bonyolultabb. Jó, hogyha tudjuk, hogy lehetőségünk erre is van. További lehetőség beágyazott lekérdezések tekintetében a verbe is be tudjuk őket csempészni. Képzeljük el a következő helyzetet, ahol megint rájövünk, hogy ezt a problémát megoldani nem is olyan egyszerű. Most az in operátor mögé fog bekerülni egy beágyazott lekérdezés, amikor az in után halmazt tudunk definiálni beágyazott lekérdezés segítségével. Ami ilyenkor fontos, hogy a lekérdezés az mindenképpen projekció szempontjából csak egyetlen egy mezőt produkáljon, hiszen azt tudjuk megfeleltetni egy egyszerű halmaznak. Ennyi a kritérium. Most amire szükségem van, szeretnék látni témaköröket, értékeléseket, megjegyzéseket azokban a témákban, amelyek, és akkor elméletileg az in után témáknak az azonosítói sorakoznak. A kérdés csak az, hogy konkrétan milyen témákról van szó. Én most konkrétan szeretném megtalálni azokat a topikokat, amelyek esetén az átlag értékelés az kisebb, mint 4,5, tehát azért úgy viszonylag rosszul vélekednek róla az emberek. A belső lekérdezésem az először is azt hivatott végrehajtani, hogy csoportosítsa topikok alapján az átlag értékeléseket. Sőt, nem is. Szóval a belső lekérdezésem egyébként trükkös, mert még having is van benne. Az ő feladata pusztán annyi lenne, hogy topikok alapján kikalkulálja az átlagértékeléseket, és pusztán csak a topik értékeket fogja megjeleníteni, viszont nekem csak azok a rekordok kellenek, ahol az átlagértékelés kisebb, mint 4,5. Akkor elméletileg egy egyoszlopos táblázatot fogunk kapni, amiben lesz valahány darab szám. A példa azt mutatja, hogy csak a 3-as meg a 4-es téma az, ami ilyen. Ezt készíti el a belső,
És akkor elméletileg az in után egy 3-as és 4-es számból álló halmaz lesz. Tehát tulajdonképpen majd azokat a témákat kell megjeleníteni, ahol a 3-as, illetve 4-es érték szerepel. Ebben ugye az az érdekes, hogy ez egy teljesen dinamikus lekérdezés, tehát hogyha a későbbiekben változnak a körülmények és más témát is érint ez, vagy ezek közül valamelyiknek szép lassan jobb lesz az átlagértékelése, akkor majd az újak fognak belekerülni ebbe a lekérdezésbe. Szóval ez így tök jó. Ha már beszéltünk a relációs adatmodell műveleteinél, akkor itt sem maradhat el az unió, ami arról szól, hogy táblákra vonatkozóan tudok uniót eszközölni, és ez a rekordokat érinti természetesen, nem az oszlopokat. Meglehetősen ritkán fordul elő, de a lehetőség adott. Tulajdonképpen van nekem két select utasításom, két lekérdezésem, mind a kettőnek megvan a maga eredményhalmaza, és egy union kifejezéssel összetudom uniózni őket. Ami fontos, hogy az oszlopszám megegyezzen, és most ebben nem vagyok biztos, hogy ez fontos, de azért nem egy hátrány, ha úgy típus szempontjából se állnak túl messze egymástól. Nem is lenne túlzottan sok értelme. Mikor lehet erre szükségem? Tegyük fel, most a példa azt akarja mutatni, hogy van nekem egy táblám a rendszerben, ahol a dolgozók adatait tárolom, és van egy másik táblám, ahol meg vásárlók adatait. A két tábla séma tekintetében teljesen eltér, legalábbis úgy nagy vonalakban. Próbáltam szemléltetni, hogy még a mezők neve is más. A dolgozóknál name van, meg kontakt, a customeröknél pedig full name van, meg e-mail. Mondjuk ebben biztosan egyeznek, hogy mindenkinek van neve, meg valamilyen elérhetősége, nagy valószínűséggel e-mailje. Nekem most mégis arra van szükségem, hogy egy eredményhalmazba lássam az embereknek a nevét és e-mail címét, mert olyan hírlevelet akarok kiküldeni, ami érinti a vásárlókat, meg a dolgozókat is, vagy valamilyen nagyon fontos felhívás a céggel kapcsolatban, a fene se tudja. Akkor azt tudom csinálni, hogy jön egy sima select, ahol a dolgozóknak a nevét és elérhetőségét akarom megjeleníteni, egy másik select, ahol szintén a vásárlók teljes nevét, e-mailjét akarom megjeleníteni, és rászabadítok egy uniont. És ezt követően már meg is van az eredmény. Itt nem egyértelmű, hogy mi lesz az oszlopok neve, rendszerint az történik, hogy ami az első selectben van, azok az attribútum, azok a mezőnevek lesznek majd az oszlopok nevei, és úgy tudok rá hivatkozni. Egyébként ez a példa most azt is megmutatja a végén, ugyanis rendezem a sorokat az első oszlop, tehát a most jelen esetben a név szerint. Ha nem tudom konkrétan, hogy mi az oszlop neve, de azt pontosan tudom, hogy hányadik, akkor szám alapján is hivatkozhatok rá, tehát mondhatom azt, hogy order by 1, és akkor tudja, hogy az első mező szerint kell majd rendeznem az adatokat. Ezt is gondoltam érdemes megemlíteni. Ez akkor is fontos lehet egyébként, hogyha valami nagyon bonyolult az oszlop neve, mert akár valami count, vagy valami spéci összetett művelet van ott, és akkor egyszerűbb így megcímeznem, és nem adtam neki aliaszt, tök mindegy. Direkt szorzatot is tudok képezni. Már amikor szükségem van rá, most egy olyan példát fogunk látni, amikor végül is nem is hülyeség. A direkt szorzat elkészítése az egyik legegyszerűbb. Ugyanis semmi másra nincsen szó, leírom, hogy select, és utána kettő tábla nevét írom le, veszővel választva, vagy több tábla nevét. Ahány tábla nevét leírom, annyira vonatkozóan fogok direkt szorzatot képezni. Na még egyszer, tehát a from után írom a tábla nevét, és ahányat írok, annyira vonatkozóan. Csak most az egyszerűség kedvéért oda tettem, hogy engem pusztán csak a megyeszékhelyek érdekelnek, illetve nevek érdekelnek. A két tábla, akiről szó van, a régió és a téma tábla. A régiónak van megyeszékhelye, és a témának van neve. Csak hogy teljesen világos legyen. Mit csinál ilyenkor a rendszer? Fogja az egyikből az összes rekordot, és hozzápasszintja a másikból az összes rekordot, és akkor így készíti el nekem az összes variációt, az összes lehetőséget, az összes megyeszékhelyet látni fogom az összes lehetséges témával. Miért lehet ennek értelme? Tegyük föl, hogy készítjük a szavazólapokat, amit majd az emberkék ki tudnak tölteni,
és nyomtatni akarjuk őket. Ehhez el kell készíteni az összes variációt, az összes lehetséges szavazó lapot, ahol mit tudom én, ott van a városnak a neve, megyeszékhelyjel, a megyeszékhely, és ott van mondjuk mellette az adott téma. És hát az egyszerűbb megmondani az adatbázisnak, hogy itt vannak a megyeszékhelyek, itt vannak a témák, akkor készítsd el. És akkor ő szépen elkészíti rekordok formájában. Tehát ez például hasznos lehet ilyenkor. Csak hogy megmutassam, hogy van erre is lehetőség, bár ennek már kevesebb értelme van, ide is be tudok tenni egy where-t, tehát mondjuk megadhatom, hogy csak azok a rekordok legyenek benne, ahol a read, tehát a régió azonosítója, az nagyobb egyenlő, mint a téma azonosítója. Abszolút nem indokolt, hogy miért, de tegyük fel. És akkor ez már kicsit beszabályozza az, hogy milyen régió és téma együttesek jelenhetnek meg. Tényleg csak azért, mert jobb ötletem már nem volt, de meg akartam mutatni, hogy természetesen itt is ugyanúgy működik bármi, amivel eddig találkoztunk. Illetve még egy érdekes módja lehet a direkt szorzatnak, hogy itt is átvezessek egy másik témára. Megtehetem azt, hogy mondjuk fogom a statisztikákat és fogom a témákat, direkt szorzatot képezek. Elképzelhetjük, hogy itt akkor milyen kaotikus helyzet állna elő. Tehát van az én 1000 darab bejegyzésem, és van a nem tudom 5 darab téma. Mindegyik bejegyzést megfeleltetném mindegyik témának. Tehát tulajdonképpen rögtön lenne 5000 bejegyzésem. De a verrel azt mondom, hogy csak azok a sorok maradjanak meg, ahol a statisztikában lévő topikérték egyenlő az adott topik kulcsának. És akkor mit fogok végrehajtani? Tulajdonképpen illesztést fogok eszközölni, ugyanis csak azok a sorok maradnak meg, ahol a statisztikai adathoz rendelt téma érték, az pont ugyanaz, mint az adott rekordban lévő téma kulcsa. Tehát ők kerülnek majd egy soron belőle. Csak hát persze, ezt azért csináljuk másképp is, ugyanis van lehetőség konkrétan illesztésre is, amikor a selectet használjuk. Ez az úgynevezett join. És joinoknak több fajtája van, talán az egyik legtipikusabb is, akiről az előbb beszéltünk, az az inner join. Az ő esetében miről van szó? A tábla táblák után inner join kifejezésre tudok bevonni a buliba újabb táblákat. Inner join tábla név, ezt követi egy on kifejezés, amely után meg kell határoznom, hogy mely mezők segítségével próbálom az illesztést eszközölni. Megadom mondjuk, hogy a topiknak a TID-je, mint kulcs, ha az egyezik a statisztikámnak a topik értékével, akkor ők egymás mellé illeszthetők. És ez ugyanazt fogja eredményezni, mint amit az előbb is láttunk. Na, és akkor jöhet a következő. Arra is lehetőségem van, hogy több dolgot is beilleszek. Ugyanis például az gondot jelent nekem, hogy a statisztika táblában nem látom konkrétan a megyeszékhely nevét, és nem látom konkrétan a témának a megnevezését, és ennek természetesen oka van, ezért lettek szétszedve a normalizálás során. Mert normalizáltunk előtte értelemszerűen. Viszont én most akarom őket együtt látni, ezért jó, hogy illesztést lehet eszközölni, és természetesen több táblát is be tudok illeszteni a lekérdezésembe. Miután végeztem az első inner join-nal, jöhet akár a következő, és az azután és az azutáni. Mindegyik így, hogy az illesztés fajtája join, tábla, on, és mely tábla pont melyik attribútum egyenlő másik tábla pont attribútum. A pont az olykor-olykor előjön. Elegendő sokszor leírni attribútumoknak a nevét például a lekérdezés elején a select után, viszont hogyha kétértelmű, mert ugyanolyan név található más táblában, és akkor leírjuk a tábla nevét, pont és úgy mezőnév. Itt pedig mindenképpen szükség van a pontra a joinolások esetén. Utána ugyanúgy jöhetnek a where-ek, ugyanúgy jöhetnek az order by-ok és a többiek is. Nos, akkor most végrehajtottunk 2 darab inner joint, most már látjuk a témákat is, és látjuk a helyszíneket is. Jön akkor a következő lépés,
akkor szeretném megkapni megint az összes rekordot, már az előzőnél volt egy feltétel, hogy lássuk, hogy a ver ugyanúgy ott lehet. Én most megint szeretném látni az összes rekordot, úgy, hogy akkor most tényleg ott vannak a város nevek, és ott vannak a téma nevek. Gyönyörű szépen megvan, InnerJoy-nál beküldtem a topikot és a régiót is, és ami érdekes, azt látom, hogy 992 sor van. A furcsa csak az, hogy 1000-nek kellene lennie. Jön a nagy kérdés, miért? Hova lett 8 dalap, hova lett 8 darab sor? Na, itt lesz a probléma. Megnézzük az illesztés típusokat, mert nem mindegy, hogy mit csinálunk. Az InnerJoy-n adja magát legtöbbször a legkönnyebben és a legegyszerűbben, az a legalapabb, de nem mindig jó. Az illesztés típusoknál most azt nézzük meg, hogy egész konkrétan kimarad benne az eredmény halmazban, attól függően, hogy találunk-e párt neki a másikban. Most úgy szemléltetjük a viselkedést, hogy van egy T1 és egy T2 tábla. Alapból mondjuk én a T1 táblából listázok rekordokat, és én Join segítségével hozzácsatolom a T2-es táblát, és hát nyilván úgy csatolom hozzá, hogy a T1 valamely attribútumához hozzáillesztem a T2 egy attribútumát, és úgy kerülnek majd T1 egyedek mellé T2 egyedek. Jobban nem tudom cifrázni. Az InnerJoy-n esetén a következő helyzet áll fenn. Tegyük fel, hogy a T1 és a T2 adott mezőjénél, nagyon-nagyon gondolkodok, szerepelhet null érték. Tehát nem biztos, hogy minden T1 rekordhoz tartozik valaki a T2-ből, és nem biztos az se, hogy minden T2 rekordhoz tartozik valaki a T1-ből. InnerJoy-n esetén konkrétan keressük a metszeteket. Tehát, hogyha valakinek nincs párja a másikban, akkor ő meg se fog jelenni az eredmény halmazban. A problémát az előzőekben ez jelentette nekünk, ugyanis, mint már ezt korábban is tapasztaltuk, vannak olyan bejegyzések, ahol nem adtunk meg régiót. És hogyha őt nem tudjuk megfeleltetni egy régiónak, akkor az InnerJoy-n esetén ő elveszik és megy ki a levesbe. Tehát InnerJoy-nál csak a metszet az, ami megmarad, tehát konkrétan az adott kulcshoz tartozik érték a T1-ben és a T2-ben is. Ami segítene nekünk, ugye mutatom, ő a LeftJoy-n. LeftJoy-n esetén akkor arról van szó, hogy van a statisztika táblán, aki a lényeg, és van a következő, a régió. Tehát most mindig úgy nézzük balról jobbra, hogy balról haladunk jobbra. Tehát akit megadtunk alaptáblának, ő van bal oldalt, és mindenkit, akit utána illesztünk, ő a jobb oldali. Tehát magyarul nekem az lenne a szükséges, hogy a bal oldaliból mindenki maradjon, még akkor is, hogyha nem tudok senkit hozzáilleszteni jobbról. Ez a LeftJoy-n. LeftJoy-n esetén a T1-ből mindenki marad, a T2-ből pedig csak az, aki hozzáilleszthető a T1-hez. A RightJoy-n ugyanez, csak pont fordítva. Tehát itt jelen esetben, hogyha lennének olyan témák, akikhez még nem érkezett szavazat, ők is megjelennének, csak mellettük nem lennének szavazatadatok, viszont a statisztikában nem jelennének meg azok, akikhez nincs megadva téma. Éppen ezért ott van a Full Auto Join, ahol pedig mindenki látszik. Látszik az összes adat, látszik az összes statisztikai adat, esetleg valaki mellett nincsen téma, és ha van olyan téma, amihez még nem tartozik semmilyen szavazat, akkor látszani fog a téma, csak nem lesz mellette semmilyen szavazat. Ez a különbség köztük. Tehát, visszakanyarodva kicsit az előzőhöz, ha azt az egy apró módosítást eszközöljük, hogy LeftJoy-n teszünk a régióhoz, akkor onnantól kezdve megint 1000 rekorddal lesz dolguk. Nézzünk egy példát. Ez is sokat tud segíteni. Tegyük fel, hogy vannak nekem termékek, és vannak kategóriák. A termékeknél ilyenek vannak, hogy notebook, mosószer, televízió, terítő, blablabla. Kategóriáknál olyanok vannak, hogy műszaki cikk, háztartás, dekoráció. És természetesen a termékek esetén ott van, hogy melyik kategóriába tartozik. 1-es, 2-es,
esetleg hármas, hogyha valaki, de oda nem tartozik most éppen senki. Viszont van két olyan termékem, akit egyelőre nem tudtunk bekategorizálni. Miért? Mert most épp nincsen olyan kategória, és adminisztratív okok miatt még egyelőre nem tudjuk létrehozni, de a terméket értékesíteni szeretnénk. És akkor milyen problémákba ütközhetünk különböző joinok esetén? Kicsit tárgyaljuk meg. A webshopomban meg szeretném jeleníteni az összes terméket, és a terméknél megjelenhet mondjuk a kategória is nyilván, amiben ő tartozik. Most, hogyha olyan termékről van szó, akihez nincs kategória tárolva, akkor semmi gond, kategorizálatlan és cső. Ha inner joinnal dolgozok, nem fognak megjelenni azok a termékek, akiknél a kateg értéke null, és őket nem fogom tudni eladni. Ez az egyik szívás. A másik szívás. Mondjuk tegyük föl, hogy vannak kategóriák, amelyekben nincsenek termékek éppen, mert mondjuk pont nem kaphatók, vagy most pont nem érkeztek, vagy stb. De mondjuk a kategóriára én föl akarnám hívni a hangsúlyt, hogy ő van, és számítson rá a vevő, hogy hébe-hóba abban vannak termékek is. És van egy olyan nézet, ahol kategóriákat akarok megjeleníteni, esetleg mellette az, hogy hány termék van benne épp. Azt a kategóriát is meg akarom jeleníteni, amelyikben éppen nincsen termék, mert nem baj az, hogyha ott van. Ha inner joint alkalmazok, nem fog megjelenni az a kategória, amelyikben nincs termék. Szóval itt jön képbe az, hogy jó lehet a left, jó lehet a right. Szuper! Nézzük akkor. Inner join. Mi történik ilyenkor a termékeknél? Látom a termékeket, látom mellette a kategória azonosítókat, 1-2-1-2-1. Nem látom azokat a termékeket, akiknél 0 volt, azért, amit az előbb mondtam. Viszont, amennyiben left joint alkalmazok, tehát a termék marad, akkor már látom az összes terméket, és legfeljebb, akinél nincsen megadva kategória, annál nincs kategória megnevezés. Értelemszerűen az összes kategóriát így se látom, tehát a harmadik kategória nem jelenik meg, az ő esetében akkor valószínűleg vagy right join kellene, vagy olyankor nyilván azt csinálnám, hogy select csillag from kategória, és hozzápróbálok meg esetleg illeszteni termékeket megszámolás céljából. De ezzel már egész jól sikerült szemléltetni, miről van szó. Jöhet a következő példa, ezen csak mindenki gondolkodjon el. Tegyük fel, hogy adott kettő darab tábla, az egyikben megjegyzések vannak, a másikban témák. Megjegyzésnek és témának is van azonosítója, megjegyzésnek szövege van, a témának megnevezése, és a megjegyzésnél van egy olyan érték, hogy topic, tehát melyik témához tartozik. A rendszerünkben fontos, hogy én létre tudok hozni témát, és ez ugye még nem jelenti, hogy abban már van megjegyzés. Viszont én létre tudok hozni úgy megjegyzést, hogy egy ilyen általános megjegyzés a rendszeren belül, és nem konkrét témához tartozó, tehát nem feltétlen tartozik rekord egyikhez a másikból. Itt is érdemes akkor végig gondolni, hogy hogyan működnének jól az illesztések különböző szituációkban. Például, hogyha én kezdetben az összes témát ki akarom listázni, hogy azon belül hány megjegyzés található. Vagy ki szeretném listázni a legutóbbi megjegyzéseket, és esetleg feltüntetni, hogy melyik témához tartozóan, amennyiben témához tartozik. És itt mindenki csak gondolkodjon el azon, hogy melyik esetben melyik joint lenne a legcélszerűbb alkalmazni. Ez pusztán csak azért, hogy otthon egy kicsit agyaljunk rajta. És itt térünk vissza az eredeti problémához, a left joinoshoz, ahol inner join volt, tehát amikor arról van szó, hogy left joinnal csapom hozzá régiókat, ekkor ugyanis azt fogom tapasztalni, hogy újra 1000 sor van, és hogyha kicsit járkálok benne, akkor itt-ott meglátom, hogy tényleg van egy-két régió, ahol a null érték szerepel, és ők okozták a galibát a korábbiakban. Akkor a végére egy összetett példa, hogy lássunk egy nagyon összetett lekérdezést. Ugye szelektálni szeretnék nemet, kort, szeretnék téma nevet is, amit úgy adok meg, hogy a topic táblából a name attribútum. Még nem tudjuk, hogy hogy kerül ide, de valahogy a projekció folyamán én meghivatkozom őt. Szeretném mellette a megyét, a megyeszék helyet látni, az értékelést, és még a kommentet is.
Mi fog történni még mellette, ezt mind a statisztikai táblából szeretném lekérni, úgyhogy mellé csapom a tématáblát, a már megszokott módon, nem akarom tovább részletezni, hozzácsapom a régiót is, és akkor csak azokra vagyok kíváncsi, ahol az értékelés 5-nél jobb. Ekkor kapok is egy gyönyörű szép táblázatot, mennyi? 4-28 sor, nem is olyan rossz. Tegyük fel, hogy ezt a lekérdezést, ezt nagyon sokszor elő akarom állítani. És azért költséges ezt mindig beírogatni. Milyen lehetőségeim vannak? Eljutottunk egy olyan részhez, amivel lezárjuk ezt az SQL-nek, ezt a legfontosabb mahinálós részét, és közben keretes szerkezetűvé válik, mert egy picit visszatérünk az adatdefiníciós részhez. Az adatdefiníciónál előjött az, hogy nézeteket tudunk kreálni, de hogy mik azok, azokban jobban nem mentünk bele, úgyhogy most elérkezett az a pillanat, hogy beszéljünk egy kicsit a nézetekről. Nézetek esetén arról van szó, hogy bonyolultabb lekérdezéseket tudunk tulajdonképpen eltárolni, elmenteni őket. Ha másra nem is, arra jó, hogy ne kelljen többször leírogatni azt a bonyolult lekérdezést. Meg tudjuk valósítani redundáns relációk illúzióját. Ez mit is akar jelenteni? Azt beszéltük a legelején az univerzális sémánál, meg az ilyeneknél, hogy felhasználói szemszögből az jó dolog, mert átláthatóbb, csak láttuk, hogy tárolás és kezelés szempontjából miért rossz. Illesztésekkel meg tudjuk azt valósítani, hogy előálljon egy olyan séma, mint ami kezdetben volt, és ennek mentésével pedig olyan, mintha lenne nekünk egy redundáns táblánk. Ugyanis ő olyan objektumként kezelhető, mint egy tábla. Ki tudok belőle szedni rekordokat, ugyanezt a műveletet, mindent végre tudok hajtani, amit korábban megtettem, de közben mégse redundáns relációk, mégse redundáns sémáim vannak nekem a rendszeren belül. Tudok neki nevet adni, tudok vele kapcsolatban további lekérdezéseket intézni, hiszen pont olyan, mint egy tábla, szóval rá tudok építeni további bonyolultabb lekérdezéseket, szelekciókat, akármit, és neve alapján tudok rá hivatkozni, simán mondhatom azt, hogy select csillag from nézet, szóval eleve kevesebb adatforgalom lesz mondjuk a szoftver és az adatbázis között, mert sokkal rövidebb lekérdezést kell írni, mert csak a neve kell, hogy ott legyen. A végrehajtás is gyorsabb lehet általa valószínűleg, mert a rendszer ezt már előre fel tudja dolgozni, hogy mi a végrehajtási terv ehhez, és nem kell a későbbiekben újra értelmeznie. Szóval a nézet ebből a szempontból egy hasznos dolog. Nézet esetén pedig arról van szó, hogy adott egy bonyolult lekérdezés, amit előtte valószínűleg leteszteltem és láttam, hogy működik, és az egészet csak azzal bővítem ki, úgy indul, create view, adok neki egy nevet, ez, és az ez kulcsszó után jöhet maga a lekérdezés, akit én kvázi el akarok menteni ilyen néven viewként. És ezt követően már csak annyi a dolgom, hogyha szükségem van a benne lévő adatokra, select csillag from, mondjuk rating more than 5, és már végre is hajtja. És ami fontos, nem az adatokat másolom át és tárolom át ebbe, tehát ez egy aktív nézet. Ha változnak mögötte az adatok, akkor ő mindig az annak megfelelő információt fogja aktuálisan leképezni. Szóval itt tényleg a lekérdezést magát mentem el, és nem az adatot. És a nézetben ez a tök jó. Hát próbáltam gyors lenni és rövidre venni a mondandómat, ez sok esetben nem sikerült. Remélem azért nem lett túlságosan összetett. Folytatjuk legközelebb.